kell fölvenni, ne haragudjatok, mert ezzel jobban tudok olvasni. Azt hiszem, hogy ezt örököltem, tölts tőled talán. A címe a második fejezetnek, hogyan történt, hogy mégsem mentünk a tengerhez. Az örök nyara véget ért? A miénk majdnem. A tónak már szeptember színe van. Örök is olyan rövidnek találják mindig a nyarat. A miénk június egyik pénteki napján kezdődött este 9 órakor. Az iskola év még tartott. A gyermekek sápadtak és nyúzottak voltak, én legalábbis annak láttam őket. A nagy nyakig ült az 5. gimnáziumi vizsgákban, mely okból a szokásos micsoda vacakot átmenetileg micsoda drukkal helyettesítette, amit azonban senki sem vett komolyan, legkevésbé ő maga, hiszen kitűnő tanuló. Ám a drukkolás már a felsőbb középiskola a líceum légkörét előlegezi. A kicsi diadalmas lépést készült tenni a második elemi irányába, ami azonban teljességgel hidegen hagyta őt. A középső még nem tudta, hogy számtanból fog-e megbukni, vagy számtanból és latinból, vagy számtanból, latinból, olaszból, angolból, rajzból, történelemből és földrajzból. Mindez azonban őt sem hagyta kevésbé hidegen. Pillanatnyilag mindhárman hason csúszkáltak a padlón a perusokkal együtt. Én a virágokat locsoltam az erkélyen. Feleségem lázasan javítgatott, nem tudom mit, egy piros golyós tollal. Róza edényeket tördelt a konyhában. A televízió a legteljesebb részvétlenség közepette sugárzott valamit. Meleg az volt, de nyár még nem. Legalábbis számunkra nem. Nőm váratlanul letette a golyóstollat, felemelte a fejét, és mintha egy el sem hangzott, hosszú vitát fejezne be, így szólt. Nos, ha csak ugyan a tengerhez kell mennünk. Mi az, hogy ha? Szakítottam félbe, legott sarkon fordulva. Fenéket, ha? Már karácsonykor elhatároztuk, hogy legalább az én szabadságom idejét a tengernél töltjük. Ez igaz is volt. Csupán egyetlen apróságot nem vettem figyelembe e percben, mégpedig azt, hogy minden évben már karácsonykor elhatározzuk, hogy a nyári szabadságomat a tengernél, avagy a hegyekben töltjük. És egyik évben sem megyünk se ide, se oda. Kivéve egyetlen egyszer két napra, aminek elteltével sürgősen megszöktünk, holmi nevetséges kollektív nosztalgiák okából, melyekről e pillanatban nem voltam hajlandó tudomást venni. És ugyancsak nem voltam hajlandó emlékezni még a létezésére sem egy bizonyos kikötő névre hallgató piros tóparti házacskának, ahová is hitvesen, hitszegő módon és két vagy több gyermek cinkosságával minden ízben elragadott, hogy végül is ott töltsem egész szabadságomat, valamint a nyári hétvégéket. E pillanatban figyelmen kívül szándékoztam hagyni általában a tavaknak, mint olyanoknak létezését, sőt, magának a tó szónak a jelentését is. Úgy vélem, a tényállás nem szorul további magyarázatra. A gyermekek folyvást ott csúsztak, másztak a perusok között, makacsul kitartván amellett, hogy őket ugyan egyáltalában nem érdekli ez az egész vita. De nekem valahogy úgy rém lett, mintha fülük egyszeriben óriásira nőtt volna. A dologból immár presztízs kérdés lett. A tengerhez kell mennünk, és a tengerhez megyünk, jelentettem ki roppant erőteljes hangom. Nőm tüntetőleg összerezzent, és jobb lesz, ha nem is próbálsz most nehézségeket támasztani, figyelmeztettem dühösen. Én? Kérdezte kimeresztett szemmel. De hiszen én akarok a tengerhez menni, mindössze annyit jegyeztem volna meg, hogyha csak ugyanoda készülünk, akkor előbb föl kell menni, bocsánat, a fürdőruhákért.
Önök most nyilván azt hiszik, hogy ez a fölmenés a padlást jelenti, vagy valami létrát, amin föl kell mászni egy szekrény ajtajához, vagy egyéb ilyesmi. Hát nem. Feleségem nyelvén a fölmenés ezt jelenti. Összeszedni az egész családot, bút is beleértve, bepréselni az öregbe, és elszállítani a ma bizonyos tóparti házhoz. Amely tóparti ház, vagy 100 kilométer távolságra van Milánótól, amely 100 kilométert az öreg közreműködésével felettébb kockázatos utazást jelent, telve előre nem látható fordulatokkal, robbanásokkal és kelepcékkel. S hitvesen mindennek tudatában úgy emlegeti ezt a fölmenetelt, mintha éppen hogy a padlásról vagy egy szekrény kinyitásáról volna szó. Szokása ugyanis, hogy nélkülözhetetlen holmik elképesztő mennyiségét hagyja mindig odafönn, minek következtében szükségszerűen és ismételten föl kell menni értük. Az ötlet ellen egyébként nem volt különösebb kifogásom, ha csak azért megyünk föl, hogy elhozzuk a fürdőruhákat, aztán meg a hétvégén kell is egy kis friss levegőt szívni. A gyermekek, ahogy elnéztem őket, sápadtabbak és nyúzottabbak voltak, mint valaha. Nőm viszont engem nézett és fel is állt. Akkor hát menjünk föl holnap, indítványozta. A gyermekek, a nagyot sem kivéve, felhagytak a közöny színlelésével, hogy eszeveszett örömkitöréseknek adják át magukat. Ő szigorúan nézett rájuk. Félreértés ne essék, szólott, s ünnepélyesen felemelte a golyóstollal összepirosodott mutatóujját. Csak is azért megyünk fel, hogy elhozzuk a fürdőruhákat, meg a gumicsónakot, meg a búvármaszkokat és uszonyokat, meg a fürdőköpenyeket, és hogy megnyírjuk a sövényt, és megöntözzük a virágokat, és fölgerebjézzük az utakat, és rendbehozzuk a tetőcserepeket. És hogy üdvözöljük a hattyúkat, meg a peléket. És hogy pat-pattot adjunk mindennek. Aztán visszajövünk, és kész, világos? Arra ne is számítsatok, hogy megint rávesztek bennünket elhatározásunk megmásítására. Apátok szabadságát a tengernél fogjuk tölteni, szavalta szónoki hévvel. És tüstént nekifogott, hogy elsorolja az ujjain. Tattinak most volt mandula műtétje, már pedig a tenger nagyon jót tesz a manduláknak. Pop jódhiányban szenved, és szereti a pizzát, már pedig a tenger és környéke tele van jóddal és pizzával. Bruna új fiúkat akar megismerni. Nem akarok én megismerni semmiféle fiút, szakította félbe a nagy megvető hangon. Micsoda vacakság! Anyja nem vett tudomást a közbeszólásról, hanem rendületlenül folytatta. Már pedig a tengerparton hemzsegnek a fiúk, ifjak és ifjoncok. Ekként osztanak meg anya és leánya nyelvezetében a fiatal emberek, mérettől és kortól függően. Elérkezett a negyedik ujjához. Nekem pihenésre van szükségem, már pedig a tengernél, a szállodában akarva, nem akarva pihennem kell. Ami papát illeti, itt megakadt, az ötödik ujját a levegőbe meresztve rám bámult. Hát te mit fogsz csinálni a tengernél? Kérdezte némi lelkiismeret furdalásról árulkodó hangon. A lelkiismeret furdalást azonban mihamar leküzdötte, eltüntette az ötödik ujját is, és elszántan befejezte. Nos, apátok, ez egyszer feláldozza magát, értetek? Attól, ahogy ezt mondta, már is tetőtől talpig áldozatnak éreztem magam. Kinyitottam a számat, de be is csuktam mindjárt. Valahány borsó lett volna, akármit mondok, hiszen ő már nyakig merült az előkészületek.